a haladás vs. két magyar válogatott súlyemelője, Boros Viktória és Gyűrűs Barbara is kvalifikálta magát a hétvégi moszkvai Európa-bajnokságra, amelyet tavaly áprilisról halasztottak idénre. A hali versenyzői és edzőjük Márkus Erzsébet múlt csütörtökön utaztak az orosz fővárosba, majd egy pénteki edzés után szombaton álltak pódiumra. Az éles verseny azonban nem úgy sikerült, ahogy tervezték, ugyanis helyszíni technikai problémák megzavarták a lányokat. A szervezők a verseny kezdetekor összekeverték a rajtszámokat, és nem jó sorrendben szólították a súlyemelőket. Felkészülésünk során megtettünk mindent, hogy tisztességgel helytálljunk ezen a versenyen. Nagy izgalommal vártuk, hisz a pandémia miatt talán másfél év után ez volt az első olyan verseny, ahol utaztunk, tehát ezzel az egész pandémia helyzettel is meg kellett küzdenünk. De én úgy érzem azt, hogy tudunk fejlődni, van bennünk még lehetőség, és hát rá tudunk lépni arra az útra, hogy igenis megyünk tovább. Boros Viktória a 87 kg-os súlycsoportban összetettben 192 kg-ot, Gyűrűs Barbara a plusz 87 kg-os súlycsoportban pedig 186 kg-ot emelt. A haladás versenyzője mindig jobban izgul a nemzetközi versenyek előtt, hiszen ilyenkor Magyarországot is képviseli. Nagyon nagy élmény volt, mert erre vártunk közel egy éve, tehát sokszor felkészültünk erre a versenyre, de ugye a koronavírus áthúzta a számításainkat. Nagyon vártuk a versenyt. Úgy éreztük, hogy jól fel voltunk készülve, ezt bemelegítésnél bizonyítottuk is, de volt egy technikai hiba, ami hát felforgatta az egész versenyt, és úgy érzem, hogy jobb eredmény lett volna, ha ez a hiba nincs. A moszkvai Európa-bajnokság után sincs megállás a haladás súlyemelői számára. Következnek a hazai versenyek, májusban pedig már a junior világbajnokságot rendezik meg.